5 meccs, 5 tipp tippenként, 3 percben két szakértővel, ahogy megszokhatták már ez a sport elfogadó itt a Sportál TV-ben, és akikkel ma tippelünk, Csontos Róbert, ami fogadási szakértő, fogadási gurunk, a Big.hu vezető szerkesztője. Szia Csonti! Sziasztok! És visszatért közénk egy hét szünet után Kecskés István, a Sportál.hu főszerkesztője. Szervusz István! De jó, hogy itt vagy! Köszönöm. Hát én itt vagyok, de hát valami hiányzik. Amúgy szórok a fejemre, elnézést kérek, buktam egy hatalmas üveg pezsgőt, elfelejtettem behozni, mert múlt héten nem voltál, most is reménykedtem, hogy nem jössz, sajnos jöttél, úgyhogy... Én is ezt mondtam Gitta néninek mindig énekkorán, hogy elfelejtettem hozni. Jövő héten 2-t hozok, na? Na, jó. Korrekt? Jó. Megbeszéltünk. Tudom, hogy az ekkora. Ja, csak a rendkedvért, ugye volt itt néhány Leverkusenes fogadás, amit ugye... És lesz ma is. És ma is benne van a levegőben. És ugye egyszerűen volt egy pezsgő átadás. Én Csabi Alonso buktató üzemmódban vagyok. Hát volt, aki hozta a pezsgőt egyből, csak ma nem Robert, hanem valaki más. Tény is való. Mindegy. Én felteszem a kezem, elnézést kérek. Most azt mondom, hogy az MB2-es csapatok miatt a múlt hétről akkor ne beszéljünk. Hát meg nem voltam itt. Meg nem, igen, tehát hogy Murányi Domonkos nem hozott most ezúttal nekünk szerencsét. Elküldte a tippeket, Pisti, és nem jött be, és a hülye tippeket kellett bemondani. Pontosan így volt, de nézzük, hogy akkor mivel készültünk mára. Kezdjük a női kézilabda bajnokok ligája 8-at döntőjével, azon belül is így a Fradi-Brest összecsapással. Milyen mérkőzésre számítotok? Egyáltalán hogy látjátok a párharc esélyeit? Mert ugye ez a Fradi, azt látjuk, hogy a Győrt akár bajnokságban, akár magyar kupában meg tudja verni, viszont azért a nemzetközi porondon ugye éppen hogy csak becsúszott a bajnokok ligájában. Ugye a 8-at döntőben. De csak az kell. Tehát csak tovább kellett jutni. Igen. Most izgalommentesen bárki tovább tud jutni. Jó, igen. Ugye Győr belebukott a jegyző, hogy tókorán tovább jutott. Igen. Nem szabad. Ugye a Brest gyengén kezdett a Fradi a bajnokok ligájában. Szintén, ha már edzőbuktatásról beszéltünk, edzőbukásról, akkor Fradi hamarabb átesett ezen. Hamarabb kirúgták a Ábercent, azt hiszem ő volt az edző, és a Heine maradt a... Ki emlékszik már? Így. Heine az Áberce másod edzője maradt a csapatnál, aki nagyon szépen felhozta a brigádot. Ugye elmúlt hétvégén magyar kupát nyertek éppen a Győr ellenében. De azért a BL csoportkör vége sem lett annyira szép. Tehát itt azért nem de izgulni kellett. Igen, tehát egy góla kaptak ki Metzben. Tehát elképesztő szoros mérkőzéseket játszottak a Fradinál jóval erősebb csapatok ellen is. Éppen ezért én megmerem kockáztatni, hogy ezt a párharcot ugye hazai és breszti visszavágó lesz. Nem lesz egyszerű eldönteni a francia csapatnak. Én azt mondom, hazai pályán a Fradi most hétvégén meg fogja verni őket. Most azt kéne tudni, de sajnos nincs a fejemben, de lehet, hogy tudod, hogy a Brest a Győrrel... Verte. A Brest a Győrt? Igen. Sőt, azt mondom, az utolsó győri mérkőzésen nem nyert a Győr a 100%-os, vagy X volt, vagy a Brest nyert, ellenben a Debrecen is abban a csoportban volt a Debrecen, viszont agyon verte a debreceni mérkőzésen a Brestet. Tehát 7 vagy 8 góllal verte meg. Én azért mondom, ez a Brest nem verhetetlen, pláne magyar csapatok számára. Most én azt hiszem meg, hogy látom a Ferencváros, nem biztos, hogy Final Four-os csapat idén is, de hogy annál jobb, mint amit a BL csoportkörben mutatott, az biztos. Ez így van. Tehát ebbe a hazai benne van simán. Tehát, igen, tehát az a Fradi jelenleg az a csapat, amelyik bárkit meg tud verni, viszont bárkitől ki is tud kapni. A hazabölcsét hallottuk. Köszönöm szépen. De tényleg és néha még belefér a döntetlen is, ha úgy így, van. Így van, igen. Tehát a Metz elleni mértőzése idegenben épp, hogy egy góllal kikapott, miközben rögtön a legelső fordulóban itthon csak nem egy 20-ast kapott hazai pályán tőle. Tehát nagyon nagy az amplitúdója a Fradinak idén, de én azt mondom, hogy nagyon jól összeálltak most. Sőt, a bajnokság végére, és elképesztően nagyon be tudják tartani az edzői utasításokat. A Heine jó edző, tehát csak egy fél mondat, a Győr elleni kupadöntő 15 perc volt hátra a időkérés, nem tudom, láttátok-e, sok helyen erről itt cikkeznek, külön írásokat kézzadda a szakportálokon ennek szentelnek, hogy időkérés, 3-mal vezetett a Győr, és a Heine azt mondta, hogy tökéletes, 15 perc van hátra, 3 oda, ahogy terveztük.
Tehát így tervezték az egészet, hogy elengedik, menjen, az utolsó negyed óra fogja megnyomni, és így is lett. Tehát a Fradi fel van építve, de tudatosan játszik mostanában, ezért mondom, hogy a Brestet szerintem meg fogják fújni hazai pályán. Hát, hogy azért tavaly is talán kevesen gondolták volna a Final Four-ba jutást is már, hát meg ugye eleve az és a döntőbe jutást a Final Four-ba. Jó, egyébként rendkedjék, a Fradi ugye 1.83-at fizet, ha esetleg X lenne, az 7.75, és a Brest győzelme pedig az Érdarinában 2,5-szeres pénzt fizett, tehát akkor vigyük. Mostanában a Brest Magyarországra nem járni, vagy nem győzni jár, úgyhogy szerintem én azt mondom, Fradi behozza ezt. Akkor visszük. No és akkor megérkeztünk oda, ami a múlt héten nem éppen a sikersztori volt a számunkra, vagyis hogy a labdarúgó... Nem adjuk fel! Nem adjuk fel, labdarúgó NB2, Kozár Mislen, Moson-Magyaróvár, tiétek a szó. Meg Ausztrál Hoki még úgy sincs. Még nincs, azt várjuk nagyon egyébként. Érdekes volt ugye az NB2-ben az ősz is, amikor a Kozár Mislen menetelt, és volt olyan szurkoló, aki már arra álmodozott, hogy a Kozár Mislen akár az NB1-be is feljuthat a Győr és a Nyíregyháza, Győr vagy a Nyíregyháza kárára. Sőt, hát meg is kérdezték a klubvezetést, hogy föl vannak-e rá készülve. Igen, hogy tudják-e vállalni. Igen, hát most azért ez a tavasz egy picit másként fest, nem dübörög annyira a Mislen, mint az ősszel. Na de hát ez a Moson-Magyaróvár, ez meg rémes. Moson-Magyaróvárra nem mondják ki a dübörgés szót. Cicergés maximum. Igen. Dübörgés. Ez egyébként a Mislen 5. Így van, tehát Isten nagyon jól szerepel. Moson tök utolsó, nagyon sok pénzt kerestünk már idén a Moson-Magyaróvár bukásaival. És egyébként megnézitek a Mislent, egy időszakot leszámítva, amikor kiestek az NB3-ba, teljesen megdöbbentően stabil NB2-es élcsapat. Tehát az első 5 környékén van mindig, figyelve arra, hogy nehogy az első 2-be bekerüljön, de én emlékszem rá, amikor még ugye 2 csoportos NB2 volt, akkor is egy meghatározó csapata volt a másodosztálynak. Szóval egy tök szimpatikus. Igen, és egyébként azt hiszem, hogy ha nem lenne ez a futballcsapat, akkor nem biztos, hogy az ország ekkor része tudná, hogy Kozár Mislen nevű település van, és hogy Baranya megyében Pécs közelében van. Szép helyen van. Tehát sokkal tartozik a város a Kozár Mislenyi futballcsapatnak. Nekünk nem fog tartozni a Kozár Mislenyi, mert jó megveri a Moson-Magyaróvárt, és akkor mi is behúzzuk ezt. Így legyen. Mert valljuk be, nyernie kell. Tehát, egyiket az otthon is ugye ezt mutatják, hiszen 1.52 a Mislenyi siker, döntetlen, az 3,7, a Moson-Magyaróvár esetleges győzelme, az több mint 5-szörös pénzt érne, tehát hogy igazából is azt mondom, hogy nem nagyon van kérdés ebben szerintem az esetben. A Vasas kikapott Mislenybe például, most így fejből, amit csak a képre jutott eszembe, hogy a tépen de az még valamikor tavaly össze, nem? Hát össze persze, de azért Mislenybe nem nyerni járnak a csapatok. Így van. Kivéve a hazait, mert igen. Rendszeresen szokott otthon nyerni például. Jó, ne is húzzuk az időt? Hát, szerintem... Még a handicapen gondolkodtam. Vagy... Csak annyira meg nem egy győző mostanában Mislen. Ugye legutóbbi 5 meccséből 50%-os a szerepel. 2 győzem, 2-t. Szerintem ez egy biztos 1.52 még. Ne kockáztas. Igen, tudnának tűnik, ahhoz képest még magas is az 1.52. Akkor visszük 1.52-ért. Átugrunk a közeli Spanyolországba. De jó. Na végre. Ugye? Napsütötte. Mislenyosz. Spanyolország. Pamplonába, Osasuna, Real Madrid. Tenerife nem volt inkább. Igen. És ugye az a kérdés, hogy Vinicius Junior lő-e gólt? Ez szokott. Szóval azért van utóbbi, van egy fura szokása. Rákapott. Rákapott az ízére. Flancon. Egy Hoffi mondta, flancból biztos. Ugye nyilván tehát nagyon nehéz megmondani, hogy egy mérkőzésen kiszerez gólt, kivéve, hogyha ha olyan klasszisok játszanak, mint mondjuk Lewandowski a Bayern Münchenben, amikor ugye ott gyakorlatilag lehetett... Egyébként olyan játszik-e az adott mérkőzésen az úr? Tehát van benne, van ám ebben kockázat. Bellingham biztos, hogy nem fog játszani, de azt nem is kínálja így van, a lőlap. De egyébként a lőlap kínálja, rafinált módon, 5,5-szoros. Ja nem, itt nézem, hogy 2,65, Jude Bellingham. Rafinált a kínálat. Eltitott játékosok is, és sérültek is szerepelnek rajta, tehát oda kell figyelni a mindenkori... Na jó, de ha az bejön az eltiltott... Az a nagyobb lehet... Kicsit még lehetne bátrabb az otca, nem ilyen 2, 20. Tényleg. A tizedes vesző rossz helyen van. Én jobban behúznék oda valaki, 10-szeres otcot, tehát Bellingham majdnem minden meccsen rúgoltat, tegyük már meg. Jó, még 2 óra, mint nem játszik. Egyébként ugye Vinicius Juniorra fizetik a legkevesebbet. Hát ez nem véletlen. Azért mondom, az a két keret. 3 meccsen 4 gólt szerzett.
Ugye van egy BL is. Igen. És ugye már 10 gólnál jár a La Ligában. Az ugye nem kérdés, hogy a Real Madrid gólt fog szerezni, és talán az se, hogy nyerni fog az Osasuna ellen. És ugye mostanában ez volt a kérdés, hogy Bellingham vagy Vinicius Junior, vagy mindketten szereznek gólt a mérkőzésen. Bellingham most nem tud, szerintem ez most a Junior úrra hátra az a feladat. Ezen se érdemes sokat vitázni. Akkor ne rá 2,3? 2,30 ér vissza. Szerintem ez egy jó kis ott. Én le is raktam a tollat, a kezemből jöjjön akkor a Leverkusen mérkőzése. Hetek óta téma itt a két úriember között. Ezúttal a Freiburg vendégeként lép majd pályára a Leverkusen. És már megint mi van ideírva a papírra, hogy nem fog nyerni a Leverkusen. Tehát ezt, a reményeimet testesítem meg minden alkalommal. De miért ne nyerne? Tehát, tudod, mit szoktak csinálni ezek a Leverkusen fél emberek mostanában? Nyernek. De hát egyszer véget fog érni. Majd a Karabag ellen nem nyertek, ugye? Ugye? Az első meccsen. Karabagban nem nyerni járnak az ellenfelek. Sőt, ugye ott 2-2 lett. Azt hiszem 2-0 vezetett a Karabag. Óriási mák. Nincs oda tartása. Nem, az a szokásos Leverkusen mák, én azt mondom. Ennek a kis gyógyszergyári csapatnak milyen tartása van, kérem. Robert, most ez tartatatlan. Ez tartatatlan, figyelj, most ne fogadjunk, mert úgy se hozod. Hagyjuk. Nem most kéne a dupla, meg semmi. Most veled fogadom. Jó, de... Tehát az van itt, hogy hazai vagy döntetlen. Én arra vigyázok, hogy ti nevelek egyetek össze. Mit tudsz, hogy döntetlen vagy vendég? Vagy hazai. Döntetlen vagy hazai. Döntetlen vagy vendég. Számoltassuk. Nevezzük nevén X2. Számoltassuk újra vele. Nevezzük nevén X2. X2. Mennyit fizet az? Az kérlek szépen, Leverkusen vagy döntetlen, az 1,15 századszoros pénz. Szemben ugye a Freiburg vagy döntetlen. Hát mert ez a papír, de ez a papírforma. Jó, marad az 1x kérlek. Nem marad, dehogy marad az 1x. Hogy sajnos egy kőpapíróló lesz akkor ebből meg. Hogy maradna már az 1x? Mi van 1 perc 40 másodpercetek, próbáljátok meg. Mennyi a sima vendég? A sima vendég, azt olyan már mondom is neked. Az... egy pillanat. A sima vendég az 1,58. És ez így, akkor nézd meg az X-et is. 4,35. Jó, X. Legyen egy jó magas otcunk, 4,35. 4,35 és X-et bevállaljuk. Nem, figyelj, tehát most mondjad, hogy beszéljük meg észérvekkel, de most mit beszélünk észérvekkel egy olyan csapatról, amelyik utoljára tavaly kapott ki valamikor tavasszal. Én fog kapni, én azt mondtam, hogy nem biztos, biztosan ki fog kapni, de a Freiburgnak is van elég baja. Itt volt ebben a műsorban valaki, aki azt mondta, hogy széria ellen nem fogadott. Az én voltam. Csak próbálom ráerőltetni mindig. Tehát ugye azért a Freiburg is dübörög az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába. Nem rossz csapat. Nem rossz csapat. Tehát azt mondom, hogy de nem fogja megverni, nem fogja megverni a Leverkusent. Ugye ráadásul Sallai Roland nagyon jó formában van. Szerintem ez egy X-es. Nem is értem az otcot egyébként, miért ilyen magas. Adom az X-et. Hát, valószínűleg azért ilyen magas, mert akik összeállítják a tétlapot, ők is tudják, hogy a Leverkusen most nagyon jó. Igen. Nézik, hát én hallottam, hogy nézik mindig a sportáfogót, a kecskés azt mondta, hogy szérő ellen sor ne, úgyhogy az legyen. Akkor most komolyan mondjátok, 4,35 század szoros pénzért a döntetlen? Hát, például, például a legutóbb a Freiburg Leverkusen, tudjátok mi volt? Döntetlen. Hoppá, néha. Eldöntetlen? Eldöntetlen. Elvittük akkor 4,35-ért. Inter-Napoli a szériából, és itt pedig ezúttal a gólszámra fogunk tippelni. Ugye... A szériában nem fogadunk gyerekek. Ugye múlt héten pont a Napoli esetében tippeltünk gólszámra, bár ott azt tippeltük, hogy ők hány gólt fognak rúgni, és ugye azt mondtuk, hogy a Torino ellen legalább 2, és ugye 1-1 lett az a mérkőzés. Igen. Csak a rendkedvéért mondom. Most pedig ugye, akkor mit mondunk itt az összgólszámra? Most összgólszámot tippeljük. Ugye itt igen, és abból kell kiindulni, hogy mind a két csapat szerez gólt. Tehát mondjuk egy erős 2-1 az már jó. És egyébként az utolsó 5 meccsükből 3 az nem ilyen volt. Tehát itt volt Napoli-Inter 0-1, Inter-Napoli 1-0, volt itt azért, sőt, volt itt 1-1 is, szóval azért ez... De volt 3-0. Hát volt itt minden, volt 3-1. Vagy 3-3, igen. 3-0 meg 3-1, így van. Tehát, hogy azért itt volt sok gólos meccs, meg volt kevés gólos meccs is. Ugye az Inter jó csapat, Torino magasan vezeti a bajnokságot. Hát most kicsit megfeküdtek szerintem azért így a mindenkettő szomorú. Igen, két szomorú csapat, épp ezért próbálnának szerintem a bajnokságban valamelyest javítani. Inter az szerintem majdnem minden meccsen legalább 2-ször betalál, és én azt mondom, a Napoli is kicsit azért magára talált az utóbbi időben, felépültek a játékosai.
szerintem gólt fog rúgni a nápolyi csapat is. Én ezért bízom benne, hogy ez egy minimum egy 2-1-es mérkőzés lesz. Nem ezzel vitatkozom, mert ebben egyetértünk, csak el tudjuk képzelni, hogy milyen frenetikus hangulba fognak kivonulni oda a csapatot. Nyilván persze, két csalódó csapat lesz egyébként. Ott lesz két szurkolótábor, és a cipőjét nézi mindegyik. Jó, igen, csak az a Milano stadionban, hogy 940 ezer ember előttünk, nem mondhatod, hogy srácok, most semmi kedvünk játszani, mert kiestünk 11-esekkel. Persze, nem, az élet megy tovább, nyilván, tehát. De ez egy egészen speciális hangulatú mérkőzés. Igen, fura lélektalan lesz egy ilyen mérkőzésnek. Aki hamarabb túl tudja magát tenni szerintem a hétközi csalódáson, az fogja behúzni a három pontot. De lesz egy gól a 30. másodpercben, és mi hamar túltettük magunkat. Mi meg vagyunk, mehetünk tovább. Én adnám ezt, hogy szerintem legalább 3 gól lesz a mérkőzésen. Azt én is adom, de akkor az 2-1. Na nem lesz nagy izé, három. Legalább 2,5 gól az 1,72-szoros. És a kevesebb? Pénzt fizet. 2,5 a kevesebb, az 2,12. Ja, igen. Mert én az olaszoknak mindig úgy vagyok, hogy az 1-0, 1-1, 0-0, azok mindig benne van valahogy. Akkor mondjuk 3,5-nél kevesebb, az mennyi? 1-4 körül van? Igen, az 3,5-nél kevesebb, az 1,44-szoros. Nézzük meg azt, hogy nem lesz 4 gól. Nézzük meg azt. 4 gól szerintem nem lesz. Jó, akkor megjegyezünk, amely én is ilyen 2-1-es mérkőzést látok. Viszont az, akkor... De ebbe az, hogy a 0-0 egy belefér. Igen, van, igen, igen, nagyon mozgásterünk van. Jó, hát akkor 1,44-ért ezt visszük. Nem maradt más hátra itt az adás végére, mint hogy akkor kiderítsük, hogy ezzel a mostani brutális szelvényünkkel mennyi pénzt lehet nyerni. Mondd el, kérlek szépen. Érdekel? Igen. Nem. Hagyjuk. Köszönjük. Majdnem 40-szeres, valamivel 40. 40-szeres? Igen. Ez komoly? Igen. Hát van. Döntetlen. Igen. Úgyhogy az 5000 forinttal több mint 199 ezer forintot lehet húzni. De. Én szeretném, ha megjátszanád, és jövő héten... Meg fogom játszani. Ezt most én is. Most egy szóra megjátszom. De most mutatom a szelvényt. Tudsz majd venni belőle pezsgőt. Jó, nyilván önöknek kedves nézőknek azért... Most a pénzt, vagy pezsgőt. Ha majd hagynak szóhoz jutni a kollégát, szóval önöknek kedves nézők, azért nyilván ezúgy is azt ajánljuk, hogy azért ebből az ötösből valahogy kombináljanak, de aki esetleg megjátsza, az tényleg 5000 forintból 200-at tud nyerni. Jó, fog kombinálni, bocsánat, megjátszom mind az ötöt, csak más sorrendben. Köszönjük szépen. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet. Maradjanak a folytatásban is velünk. Olvassák a sportál.hu-t. Viszontlátásra!